Megelőzés. Különleges közlekedésbiztonsági akcióval hívták fel ma az autósok figyelmét Budapesten a téli közlekedés veszélyeire. Ételosztás. Mintegy 200 adag meleg étellel várták a rászorulókat a Szénatéren. Sürgőforgó Budapest. Új ismeretterjesztő kiadvány mutatja be a kicsiknek a főváros működését. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Különleges közlekedésbiztonsági akcióval hívták fel ma az autósok figyelmét Budapesten a téli közlekedés veszélyeire. Ilyenkor romlanak a látási viszonyok, az utak pedig csúszósabbak, így több lehet a baleset. Évről évre csak decemberben több mint 1000 baleset történik az ország útjain. Piros ruhás ősszakálú rendőrökkel ritkán találkoznak az autósok, de Mikulás napján ez már természetes a fővárosban. A BRFK munkatársai speciális közúti ellenőrzést tartottak, amelynek végén a szabályosan közlekedők ajándékot, többek között BRFK-s csokoládét is kaptak. A budapesti rendőrfőkapitányság mai közlekedésbiztonsági akciójának elsődleges célja, hogy felhívjuk az autóvezetők figyelmét a megváltozott téli közlekedési viszonyokra, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy korábban szürkül, illetőleg sötéte. Az utakon könnyen képződhetnek jegesedések, amelyek elsősorban a felüljárókra, hidakon keletkeznek. Van olyan, aki ideig csinálja a telet nyári gumin, és akkor nem csak önmagát veszélyezteti, hanem a többi autóst is, viszont tehát van, aki nyilván odafigyel rá. A mai közúti ellenőrzés során megállított autósok mindegyikének természetes volt, hogy télen téli gumival közlekedik. Annak ellenére, hogy Magyarországon egyelőre sajnos erre nem kötelez senkit közlekedési előírás. Jelenleg jogszabályi előírás, kötelezettség nincs arra vonatkozóan, hogy a gépjárművezetőknek kötelezően téli gumival kellene közlekedni. A profilmélység van előírva, azt azonban mindenképpen javasoljuk és kérjük, hogy aki teheti, használjon téli gumit, hiszen ezek a gumik jobban tapadnak, biztonságosabbak. Az Európai Unió több tagországában a téli gumi használat mellett a téli vezetési gyakorlat is kötelező. A baleseti statisztikákat nézve az egyértelműen elmondható, hogy minden évben márciusban és áprilisban kell a legkevesebb közlekedési balesethez vonulni a rendőröknek és a mentőknek, viszont a karácsony előtti tülekedés, türelmetlenség úgy tűnik, szerencsére nem igazolódik vissza a statisztikákban. Évről évre 1200-1300 baleset történik az ország útjain decemberben, és ez majd 2000 embernek, azaz sérültnek jelent a vártnál rosszabb karácsonyt. A rendőrök gyakoribb ellenőrzéssel ezt a számot próbálják csökkenteni. A budapesti rendőrfőkapitányság a teljes év folyamán, így a téli hónapokban is jelen van a közutakon, folyamatosan végzünk közúti ellenőrzéseket és közbiztonsági, illetőleg közlekedésbiztonsági akciókat. Így továbbra is azt tudom mondani, hogy folyamatosan jelen vagyunk, és folyamatosan felhívjuk a közlekedő figyelmét a veszélyekre. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a balesetek harmada a gyorshajtás miatt következik be, és majdnem ugyanannyi karambol történik amiatt, mert valamelyik autós nem adta meg a többieknek az elsőbséget. A Mikulás napi ellenőrzés apropóján mi is csak a vatta szakálú jó tanácsát tudjuk tolmácsolni. Figyeljenek egymásra, vigyázzanak magukra, és óvatosabban vezessenek, hiszen télen jobban csúszik az út, és több az alacsonyan repülő szánkó. Jóvá hagyta a fővárosi közgyűlés a Margit-szigeti zajrendeletet. Így márciustól a kulturális célú létesítmények naponta 10 óra és éjfél között, sport vagy más létesítmények pedig 10 és 22 óra között használhatnak csak hangosítást. Ha valaki megsérti a korlátozást, akkor a főjegyző indíthat eljárást vagy szabhat ki bírságot. Budapest működését ismerhetik meg a kisdiákok annak a könyvnek a segítségével, amit a fővárosi önkormányzattól kaptak Mikulásra. A kiadványban olyan kérdésekre kapnak választ, mint hogy honnan érkezik a tiszta víz a csapba, vagy hogyan működik a közvilágítás. Az első könyveket a budavári általános iskola diákjai vehették át. Hát itt látjuk, hogy egy új 4-es metró beszaladt ide autóbuszként, ez lesz majd a hiba, amit úgy látom, hogy nekik meg kell keresni. Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes asszony mutatja, hogy milyen különleges könyvet visz a Mikulás minden budapesti általános iskolás első osztályos tanulójának és az őket tanító pedagógusoknak. A Sürgőforgó Budapest című kötet játékos tanulásos módszertanával segíti a gyerekeknek megérteni Budapest működését és bepillantást enged a város titkaiba. Azt reméljük, hogy a gyerekek, hogyha egy picit jobban megismerkednek a fővárossal, jobban megértik a működését, akkor ők is egy picit tudatosabb lakói lesznek a fővárosnak, és jobban fognak ráfigyelni. És végső soron ugye ők azok, akiknek a kezébe, mint a jövő generációja, adjuk majd ezt a várost. Tehát nagyon fontos az, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzá, mennyire szeretik, mennyire érzik a magukénak.
Minden fővárosi általános iskola kapott értesítést az egyedülálló kezdeményezésről. Dr. Fejér Lászlóné az intézmény igazgatója azt mondta, az első osztályos nebulói izgatottan várták a meglepetés vendéget, aki különleges ajándékkal érkezett. Főpolgármester helyettes asszony jött el hozzájuk, és hozta el ezt az ajándékkönyvet, ami a fővárosról, az otthonunkról szól, a gyerekekhez közelebb hozza a várost, a hulladékgyűjtést, annak a szelektív módját, és sok-sok minden benne van, és most már ők megtanultak annyira olvasni, hogy saját maguk is nézegethetik, olvasgathatják ezt a könyvet, de ha kell segítség, akkor a szüleik ott lesznek, és így legalább együtt ismerkednek meg ezzel a nagyszerű ajándékkal tartalmú könyvvel. Mikulás napján több mint 15 ezer kisdiák, közel 1300 pedagógus és 80 könyvtár kapta készhez a fővárosi önkormányzat ajándékkönyvét. Rémhír az a közösségi médiában terjedő állítás, hogy nem biztonságos az érintős bankkártya, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Bankszövetség. Németh Ágnes hangsúlyozta, egyetlen eljárást sem indított a rendőrség úgynevezett elektronikus zsebtolvajlás, vagyis olyan eset miatt, hogy valakinek a PayPass rendszerű bankkártyájáról hordozható terminál használatával illetéktelenül pénzt vettek volna le. Mint mondta, a rendőrséghez nem érkezett ilyen jellegű bejelentés. Rászorulóknak szervezett ételosztást a második kerületi önkormányzat és a Kádor Miklós kollégium. A Szénatéren rendezett jótékonysági akció során mintegy 200 adag étel várta a nélkülözőket. Kertész Ferenc 9 éve él az utcán. Télen főleg hajléktalan szállókon húzza meg magát, alkalmanként pedig sepri az utcát. Már évek óta rendszeresen részt vesz az ételosztásokon. Sokat jelent, mert ez egy jó főtétel, amihez nem tud mindig hozzájutni az ember, mert hogy egy éttermekbe bemegy az ember, akkor tudod, iszonyú drága. Mi azt nem tudjuk megfizetni. És ez egy főtétel, naponta legalább egy arag, az már nagyon sokat jelent. A második kerületi önkormányzat 15 éve szervez ételosztást a hideg hónapokban a Kádor Miklós kollégiummal együttműködve. Ez alkalommal mintegy 200 adag betyárlevest osztottak szét a rászorulók között. Nekünk fontos az, hogy egyfelől adjunk, és nyilván ennek az anyagi kereteit megteremtsük, de azt is egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy önkéntes gyerekekkel végezzük ezt a munkát. Tehát úgy érzem, hogy ezért ez a társadalmi szolidaritást és az összefogást ez erősíti. Külön öröm számomra, hogy az elmúlt években voltak olyan helyi vállalkozók, akik csatlakoztak, és például van olyan Pék volt, aki Pékárúthoz hoz ingyen még az egytál étel mellé. Tehát úgy gondolom, hogy ez az akciónk ez sikeres, és talán valóban egy picit hozzájárul ahhoz, hogy odafigyeljünk egymásra. Például ilyenkor advent idején ez egy kiváló alkalom erre. Zinger János a kollégium vezetője szerint fontos üzenetet fogalmaz meg a diákok számára is a kezdeményezés. Az egész ötlet, hogy osszunk ételt, az a Legény Bélának volt az ötlete, aki a képviselőtestületnek most is a tagja, és akkor azt mi elkezdtük nagy lelkesen, a dolog arra ment ki, hogy a diákjainknak legyen élménye arról, hogy milyen az, hogy segíteni, milyen az, amikor találkoznak olyanokkal, akik olyan helyzetben vannak, hogy segítségre szorulnak, és azóta ez évről évre, tehát hogy már tényleg nem tudom pontosan mikor kezdődött, de időtlen idők óta. Az önkéntes diákok a levesen kívül kakaós csigát és kenyeret osztottak az embereknek. Akik itt szoktak lenni, így még ugye várunk, vagy kicsit késés van, szoktunk erről beszélgetni, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy van lehetőségünk is arra, hogy segítsünk az éhezőknek és rászorulóknak. Az ételosztás a következő hetekben tovább folytatódik majd. Megkezdődött a budai irgalmasrendi kórház felújítása. Az első ütemben egy új épületszárnyat hoznak létre a mostani épület déli oldala és a Vidra utca között. A részleget egy híd köti majd össze a műemléki védettség alatt álló főépülettel. Magyarországon mintegy 500 000 ember küzd valamilyen fogyatékossággal. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik család érintett. Nemrég különleges érzékenyítő program indult annak érdekében, hogy a gyerekek már kiskorukban megtanulják, hogyan kell együtt élni, együtt játszani sérült társaikkal. Ha ebbe a kerekesszékbe beleülnének, kipróbálhatnák, hogy mozog egy mozgássérült egy lakótelepi kiskonyhában. És ha ezekbe az üvegekbe beleszimatolnának, megtudnák, hogy fűszerezik az ételt a látássérültek. E kettő lehetőség is a Szerencsejáték ZRT érzékenyítő programjának része, amelyet egyébként a Mikulás gyár rendezvényei között is megtalálhattak. A Nemzeti Lottótársaság 2 éve döntött úgy, hogy felvállalja a fogyatékkal élők támogatását.
A Szerencsejáték ZRT közel 180 embert foglalkoztat, egy olyan értékesítő hálózatban, ahol csak megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, ők sorsát értékesítenek Magyarország közel 70 településén. Hiszen minden fogyatékossággal élő ember számára, hogy mindannyiunknak is nagyon fontos, hogy legyen munkahelyünk, legyen rendszeres jövedelmünk, és integrálódjunk a társadalomhoz. A másik ilyen nagy terület, ahol azt gondoljuk, hogy a Szerencsejáték ZRT-nek feladata van, együttműködve a FESZ-tel, az az érzékenyítés, ahogy a nemzetközi irodalom mondja, tudatosítás, miszerint minél inkább az épek világa ismerje meg a fogyatékossággal élő emberek világát, tudjon együttműködni, partner lenni, befogadó lenni, és tulajdonképpen élje úgy az életét mindenki, mintha mindenki ugyanolyan lenne. Az érzékenyítés és integrálás támogatására a hazai szerencsejátékokat irányító cég különleges ajándékot ad a sérült és az ép gyerekeknek. Az egyik akciós játék bevételéből összesen 75 millió forintért speciális játszótereket épített. Ez a nagy karácsony sorsjegy ugye három játszótér létrehozását irányozza elő. Olyan játszótér megépítésére kerül sor, amelyek mind megközelíthetőek, tehát mind kiépítésileg akadálymentesek, mind pedig maguk a játékok, amelyek ezeken a játszótereken el lesznek helyezve, azok mindenki számára alkalmasak lesznek. Nem szeretnénk külön játékot a fogyatékos embereknek, mert olyan játékot szeretnénk, amely mindenki számára jó, mindenki számára örömet okoz, amely tere egy közös játéknak ép és fogyatékos gyerekek között. A Nemzeti Lottótársaság jószolgálati nagykövetének kiskorában még nem voltak ilyen speciális játszóterek. Neki a szülei segítettek a közös játékban. A 9. születésnapomon az egy uszodában volt, mi akkor nem annyira tudtam már járni, de még fogok. Szóval nem annyira tudtam éppen akkor járni, és a vízben szabad voltam, és könnyedén tudtam sétálni, fejnálni, bukfencelni, minden, és a szüleim egy uszodába rendezték meg a 9. születésnapomat, pont azért, hogy egy játszótér lehessen a vízben, betettek játékokat a vízbe. A három integrált játszótér megépítéséhez szükséges 75 millió forint kétharmada már összegyűlt. A játék összeköt program támogatója szerint nagy esély van rá, hogy az ünnepekig meg lesz a tervezett összeg a különleges játszóterekre. Olcsóbb lesz a tankolás, csökkenti bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. A benzinára ezúttal nem változik. Így a gázolaj átlagára 367 forintra mérséklődik, a benziné 356 forint marad. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Kézműves programot szervez a Hegyvidék Galéria. Szombaton 10 órától családi alkotósarok nyílik, ahol többek között ablak és karácsonyfadíszek készítésére lesz lehetőség. A program ingyenes. A Budai Híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!